Sziasztok! Ha megnézzük az 1956-os forradalomkor készült képeket, vagy a fekete-fehér filmkockákat, észrevehetjük, hogy mennyi felfokozott hangulatban lévő, jelszavakat skandáló lányokat, nőket láthatunk a hömpölygő tömegben. Amíg a pesti srácú kifejezés elterjedt a köztudatban, addig a nők szerepéről szinte alig tudunk valamit. Kevés információ áll a rendelkezésünkre a bátor, hazafias nőkről, akik ugyanúgy a barikádokon a fegyvereiket markolták, molotov koktélt és fegyvertárat töltöttek, vagy sebesülteket ápoltak. De ne feledkezzünk meg azokról a nőkről, anyákról, asszonyokról, akik minden este szorongva várták haza a fiúkat és a férjüket. Beszéljünk egy kicsit a pesti lányokról. Ebben a videóban nem fogok beszélni a forradalom mértjéről és a fontosabb mozzanatairól, hiszen előttem ezt már többen megtették. Most a pesti lányokról és a szerepeikről fogok egy kicsit részletesebben beszámolni. A forradalomban megjelenő nőket 5 csoportra lehet osztani. Első csoport a tüntetők voltak, a második csoportba a biztonsági hálót biztosító nők kerültek, a harmadik csoport a harcolókat segítők voltak, a negyedik csoport tagjai a harcos nők, az 5. csoportot pedig a decemberi női tüntetés résztvevői alkotják. A forradalom utáni megtorlások a nőket sem kímélték. A börtönökben és a bitúfa árnyékában sok-sok meg nem élt élet ért véget. A szerencsésebbeknek mondott résztvevők diszidáltak, elhagyták az országot, de nekik sem volt egyszerű megbirkózni a testi-lelki sebekkel és a mardosó honvágyjal. Első csoport a tüntetők. 1956. október 23-án elindult a tömeg. Ha megnézzük az aznap készült képeket, bizony észrevehetjük, hogy sok-sok nő vonult együtt a férfiakkal. Jóval többen vannak a pesti oldalon, mivel az ELTE-n több nő tanult, mint a Budai Műegyetemen. Az egyre duzzadó tömeghez azonban egyre több és több nő csatlakozott. Munkások, értelmiségiek, kíváncsiskodók. Hajtotta őket előre a szabadságvágy és az eufória. Jó érzéssel töltötte el őket, hogy egy fontos esemény részesei lehetnek. Ahogy sötétedni kezdett, egyre kevesebben maradtak. Vajon miért? Időre haza kellett érniük, családjukról kellett gondoskodniuk, esetleg az idősebb szüleik féltették őket. A tüntetésen résztvevő nők többsége, amikor meghallotta a lövöldözésről szóló híreket, vagy át is élték azokat, döntéshelyzetbe kerültek. Vagy hazamennek, vagy sorsközösséget vállalnak a férfiakkal, és fegyvert ragadnak. A megfelelő szakképzettségű lányok pedig vöröskeresztesekhez csatlakozhattak, és ápolhatták a sebesülteket. Sebestyén Mária visszaemlékezéséből kiderül, hogy hatalmas felfordulás volt Budapesten október 23-án, de csak akkor realizálták, hogy mekkora, amikor a szomszédasszony azzal a hírrel állított be hozzájuk, hogy döntik Jusufot a téren. Jusuf volt a gúny neve a Sztálin szobornak. Közben a rádiónál is botrány volt. Több sem kellett, Marinak felpattant egy teherautóra, és az apjának azt mondta: "Szia, én megyek. Mondd meg anyunak, hogy nyugi." A rádiónál egy telefonfülke mögött állt, onnan figyelte az eseményeket. Majd egy rántást érzett, és a következő pillanatban már a földön volt. Egy kis katona rántotta le maga mellé, amikor észrevette az orgona bokrok mögül a torkolattüzet. Ketté lőtték a telefonfülkét, ahol állt. Mari szolgálatba állította magát, hiszen vöröskeresztes nővér volt. Egész nap kötözte a sebesülteket. Meg sem állt napokig. Most pedig következzen néhány napló részlet a forradalom első napjáról. A jogászok megismertek minket, hogy középiskolások vagyunk. Behúzkodtak a sorba minket, mosolyogtak ránk, és a szánkba adták a jelszavakat. Ki a magyar zászlóval? Kiabáltuk. És az ablakokból zászlók szálltak alá lyukasan, mert kivágták belőlük a címert. Mielőtt elindultunk volna a főiskoláról, egy tanárunk felállt a kerítés szélére, és jó hangosan kezdett beszélni. Annyit mondott nekünk: "Gyerekek, vigyázzatok, senkit ne engedjetek magatok közé, kapaszkodjatok egymásba, és úgy vonuljatok végig." Tehát valamit ők már sejtettek. Becsomagolva egy zászlót is kaptunk. A zászlóra a Rákosi címer, ami búza mintájú volt, csak rá volt varva. Könnyen le lehetett róla szedni. Kiszedtük hát a cérnát, és ott volt alatta a koronás címer. Én állítom, hogy ez volt az első olyan zászló, ami koronás zászló volt. Második csoport, a biztos hátteret biztosító nők. Most gondolj bele, ülsz otthon a sötét lakásodban, csak egy gyertya ég. Körülötted az utcán puskák ropognak.
Minden elhaladó autó zajára picit összerezzensz. Vajon életet szerelmét hozták haza? Él még? Vajon mennyi asszony zárta rá az ajtót a fiára ezekben a nehéz időkben, és vajon mennyi asszony csomagolt 10 órait a 10 éves gyermekének, aki épp elindult molotov koktélt készíteni? Sok nő ezekben a vészterhes időkben boltokba jártak, csarnokoknál álltak sorban, hogy enni adjanak a családnak. Többségükben élt még Budapest ostrománynak a rémképe, ezért spájzoltak be az alapvető élelmiszerekből. Meg kell említeni a vidéki lakosságot is. Amint megtudták, hogy Budapesten forradalom van, a teherautóikat megpakolták mindenféle élelmiszerrel. Zöldségekkel, kenyérrel, húsokkal érkeztek a fővárosba. Nem irányította őket senki, mégis mindig tudták, hogy hol van rájuk nagyobb szükség, és oda mentek. A következő naplóbejegyzések a vidéki lakosság összefogásáról fog szólni. Míg el sem fogyott az utolsó darab száraz kenyerünk, amikor nap mint nap érkeztek vidékről a felzászlózott teherautók friss kenyerekkel, máskor fél disznókkal és egyéb élelmiszerekkel megrakodva. Annyi kenyeret kaptunk, hogy kitettünk a bejárati ajtóhoz egy asztalt, és osztottuk az embereknek a finom, friss kenyeret. Egy páran összeverődtünk a faluban, hogy hoznak fel Pestre élelmet. Valami forgalomból kiszuperált fakarosszériás buszt kerítettek, s maguk vezették. Neki, azaz az én édesapámnak is szóltak, nem akar-e velünk tartani. Éppen elkészült a jó túrós laska, a lábost azon mód becsavart egy törölközőbe, felpakoltak, s indultak. A harmadik csoport. A harcokat segítő nők. A harcok környékén élő nők többsége támogatta a forradalmárokat, szolidaritást vállalt velük. Hol kávéval, teával, szendvicsekkel, ebéddel kínálták őket. Az ápolónők megfeszített munkával sebesülteket láttak el, sebeket kötöttek be, kórházakba szállították a sérülteket. Nem egy asszony osztott élelmiszert, vagy boltokat nyittatott ki. Volt, hogy kollektíven hagymát, krumplit pucoltak, de esténként röpcédulákat is írtak, de előfordult az is, hogy tolvajkodtak, vagy fosztogattak. Így szeretnék néhány szót szólni az akkori női orvosokról, medikákról, ápolónőkről, akik éjt-nappallá téve ellátták a sebesülteket. Az egyikük, akit csak hosszú Mariként ismertek, így emlékezett az első sortűzre a rádiónál. Akkor elkezdtek jajgatni a sebesültek. Segítség, segítség, segítség. Ott kezdtem el a vöröskeresztes tevékenységemet. Üvöltöttem. Férfiak, jöjjenek, szedjük össze a sebesülteket. Vigyük innen ki őket a tűzvonalból. Tudom, hogy az első sebesültekkel én is rohantam, mert ott volt a Trafford utcai, rendelő a hátam mögött. Az még akkor nyitva volt, mert 8 óráig volt nyitva, és ez 8:30-kor kezdődött. Ők se tudtak hazamenni. Ott rohantam be kötszereket kérni. Rohantam ki, kötöztem, és azután már csak úgy hordták hozzám a sebesülteket. A fiúk meg tovább vitték őket a Baross utcai klinikára, meg a környékbeli helységekbe. Ott kezdtem el. Egy Anna nevű doktornő így emlékszik vissza a történtekre. Azt mondtam, hogy Jézus Mária, mi lesz itt? Ha lőnek a tömeg közé, annyi sérült lesz. Beszaladtam a kórházba. Az lett, hogy 3 napig le se feküdtünk. 3 napig hozták a sérülteket. Az egész baleseti sebészet bent volt. Nem csak az az egy ügyeletes kolléga. Volt olyan időszak a felkelés alatt, mikor a betegek ellátásával abszolút nem törődött senki. Még az élelmezéssel sem, mert úgy hoztak fel vidékről ennivalót a parasztok. A hozzátartozók se nagyon mertek bejönni, mert lőttek, mint a fene. Beállt egy orosz tank a keletinél, és a Betlen utcát lőtte végig. A postával szemben volt egy gyógyszerraktár. Oda el kellett jutnunk a gyógyszer utánpótlásért. Akkor az egyik sofőrünk megtette, hogy beleültünk a kocsiba, s rákapcsolt teljes sebességre, s mentünk át azon az utcán, amelyiken a tank lőtt. A fejünket pedig lesunytuk. Úgy tudtunk átszaladni és gyógyszert hozni. De ilyen marhák kevesen voltak az osztályon. Ezt az ember ma így látja. De mi roppant lelkesek voltunk. Úgy képzeltük, hogy ebből győzelem lehet. De nem csak az orvosok és az ápolók tették a dolgokat. Egy fiatal tanárnő, aki a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen tanított, egyik ismerőse lakásában 6 tápot rendezett be. Ő volt az, aki a környéken élő nőkkel a forradalmárokra főzött. Krumplit pucoltak, boltokat nyittattak ki. Lasnyik Évának hívták, és a megtorláskor nagyon keresték őt,
de mivel mindenki csak kisaranyosként ismerte a szőke szép fiatal lányt, így elkerülte a felelősségre vonást. A negyedik csoport a harcolónők. Most essen szó azokról a lányokról, nőkről, akik félelmet nem ismerve, daccal vagy mosolyjal az arcukon, fegyvert markolva néztek a kamerák, fényképezők objektívébe. Kik voltak ők? Szinte kivétel nélkül nehéz sorsú, árva, félárva, állami gondozottak voltak, akik másra vágytak. Olyanra, amitől megváltozik az életük. Amivel kiléphetnek a lenézettek félre söpörtek skatujájából. Fegyverük volt, molotov koktélokat készítettek, tankokat semmisítettek meg. Volt, hogy vakmerőbben bonyolultak utcai harcokba, mint a férfiak. Ezekről a bátor nőkről, már akinek ismerjük a nevét és az életútját, a későbbiekben készíteni fogok önálló videókat. Az ötödik csoport a decemberi nőtüntetés. 1956. december 4-én több ezer nő gyülekezett a Hősök terén, hogy egy hónappal a szovjetek bevonulása után némán, virággal a kezdjükben, virágot helyezzenek el az ismeretlen katona sírjánál. A megmozdulás férfiak szervezték, fel akarták hívni a világ figyelmét a fegyveres konfliktusra Magyarország és a Szovjetunió között. A felhívás egy illegális újság hasábján jelent meg, majd ezt stencilezték, és szájról szájra terjedt a hír. A nők fekete ruhát viseltek, kezükben virággal vonultak. A rengeteg odahordott virágtól már szinte nem is látszódott az ismeretlen katona sírjának a talapzata. A szovjetek próbálták útjukat állni, nem engedték át őket a téren, de pont leengedték a csónakázó tavat, így a szovjeteket kikerülve vonultak a jelképes sírhoz a nők. Néhány visszaemlékező szerint 2,5 órán keresztül vonult a néma asszony tömeg. Szerencsére komolyabb atrocitás nem érte a néma tüntetés résztvevőit. A tüntetés atmoszféráját a legjobban a festőnő Szántó Piroska fogta meg. December 4-re asszonytüntetés készül, ellenőrizhetetlen csatornákon át terjed, de megtudja mindenki. Minden nő csak egyetlen virágot hozzon, és egyetlen szót se szóljon. Az eső elállt, hűvös és borongós tél eleji nap. Kalauz egyenruhás lány, karcsú, mélyen lefátyolozott kalapos asszony, döcögni alig tudó néni, szépen kifestett kisbundás hölgy, esőköpenyes fiatal lány, svájci sapkás egyetemista lányok, munkaruhás asszonyok, feltűrt gallérú, megviselt gumiharisnyás öregasszony, bájos, matrózgalléros, zárda növendékszerű kislány, sok-sok budapesti nő, de pirosposgás bőszoknyás is akad a peremvárosokból. Legtöbbjük kezében őszi rózsa vagy krizantém. Soknál csak egy fenyőág, vagy dércsípte levelű fekete bogyóságak. Hosszú a libasor, a végét elnyeri a körút, az eleje Isten tudja milyen messze van mögöttem. Két oldalt a járdán rendőrök állnak, de nem nagyon sűrűn. Csak néznek hátratett kézzel, de egyik sem szól az asszonyokra, miért is szólna. Aztán a hidak táján szétolvad a tüntetés, Budára már nem igen jut. Budapest mégiscsak Pest, és nem annyira Buda. A forradalom utáni megtorlások. A harcokban résztvevő nők közül többen diszidáltak, azaz elhagyták az országot. A megtorlás éveiben 6 nőt végeztek ki, többeket pedig életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték. Ezek a nők nem részesültek emberségesebb bánásmódban csak azért, mert nők voltak. De azokat se felejtsük el, akik a férjük vagy a hozzátartozóik tettei miatt bűnhődtek. Munkahelyükről kirúgták őket, másik munkát nem találtak, vagy ha találtak is valamit, ott borzalmasan megalázó munkakörben kellett dolgozniuk. Lelkileg és testileg megviselte ez őket. A következő videómban rövid önéletrajzokkal szeretnék olyan nőket bemutatni, akik valamilyen formában a forradalom jelképei lettek. Olyan nőket, akik ápoltak a legsötétebb időkben, olyan nőket, akik a barikádokon harcoltak, olyan nőket, akiket börtönbe zártak, kínoztak és kivégeztek.